Már javában tart az ünnepi készülődés, Nyíregyházán is egyre többen látogatnak el a Kossuth téri forgatakba. Különösen az adventi gyertyák meggyújtásakor és a karácsony előtti néhány napban nagy a zsúfoltság a nagyvárosok árusainál. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint ezt a bűnözők is kihasználják, Rendre több bűncselekményt regisztrálnak ugyanis az esztendő utolsó hónapjában. Kovács Attila a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője 35 per című műsorunkban elmondta, a rendőrség kiemelt figyelmet fordít erre az időszakra, de maguk az állampolgárok is sokat tehetnek azért, hogy ne váljanak például lopás áldozatává. Alapvetően azt kell látni, egy év végén, ahogy a kereskedelem beindul, ugye a, a, itt a vagyonelmi bűncselekmények lehetnek igazából szóban megint csak. Tehát arra fel ennek ennek a figyelmét, hogy valaki be vásárolni megy, akkor a gépkocsiját zárja le, utastérben senki ne hagyjon értéket, a készpénzre, a pénztárcájára, a telefonjára mindenki odafigyeljen, ha nagyobb tömegben megy tömegközlekedési eszközön, hiszen azt kell látni a vagyonelmi bűncselekmény, hogy gyakorlatilag más típusúakhoz képest ezek megelőzhetőek. Itt azért a sérteti közreadás az elég jelentős, tehát mindenki figyeljen oda. A karácsonyt megelőző időszakban nem csak a vagyon elleni bűnesetek száma emelkedik meg, az online térben is könnyen áldozattá válhatunk. Ezért érdemes körültekintően utána nézni annak a weboldalnak, ahonnan ajándékot rendelünk. Emellett a gyermekek internetes szokásaira is érdemes odafigyelniük a szülőknek. Ugye egyrészt az iskolások most otthon lesznek hosszabb ideig, ezért uh, nyilván az internetes zaklatás megint szóba jöhet. Uh, a szülőket arra kérjük, hogy figyeljék a gyereknek a viselkedését, hogyha valami olyan deviáns dolgot tapasztalnak, akkor beszélgessenek vele, és akkor ellenét lehet venni, meg egyébként is lehet beszélgetni már most, a, akik az internetet használják, kész, készség szinten gyermekek, azokkal már lehet arról beszélni, milyen veszélyi vannak az internetnek. A másik dolog az pedig a, az online rendelések időszaka, meg az online bankolás időszaka, az egyébként is megvan, hogy te a telefonon senki ne adjon banki adatokat ki, személyes adatokat ne adjon meg senkinek, hiszen ezzel visszaélhetnek. Ha valaki rendel bármilyen cikket. én most is azt mondom, rendőrként is, meg magán véleményként is, előre senki ne utaljon, ha mindenki utánvétele vásároljon, még akkor is, hogyha mondjuk ezer a többet kell fizetni, hiszen mindig ebből szoktak lenni a problémák, hogy valaki megrendel általában egy másik magánszemétől valamit, vagy megvásárol, aztán vagy nem érkezik meg, vagy nem az érkezik meg helyette, viszont a pénze meg úszott, mert előre elutaltat. Kovács Attila hozzátette, az ünnepi időszakban az álladománygyűjtést szervező csalások száma is megnövekedik. Az osztályvezető kiemelte, csak olyan személynek adakozzunk, aki fényképes igazolványjal tudja bizonyítani, hogy valamilyen szervezet nevében vár felajánlást.